Nekem te vagy az egyetlen barátnőm. Mert most már mindenki más. Hátat fordított nekem. Az anyámat is beleértve. De hát, hogy lehetnek ennyire igazságtalanok? Látod? De előbb vagy utóbb úgyis minden össze fog omlani a saját súlya alatt. Na és végül Adrián elvette feleségül Natáliát? Nem. Egyelőre nem. De biztosan összeházasodnak hamarosan. Ne csak! Nem merek hinni a szememnek. Én azt hittem, hogy legalább erre a helyre nem engednek be prostituáltakat. De hadd mondjak neked valamit. Nem fogom hagyni, hogy az én kislányomra is olyan rossz hatást tegyél, mint amilyet Glóriára tettél. Hát nem csodálkozom. Madara tolláról embert meg, ugye? Na, pedig már úgy izgultam, hogy mit gondolhat. Visszaszerzem én a gyerekeimet, Natália. Mindenképpen, még ha addig élek is. Nem lesz az olyan nehéz csak. Csukva kell tartanod hozzá azt a nagy lepcses szádat. Nem hagyom, hogy így beszélj velem, te utolsó! Na, nem mondd, és ki fog leállítani, te? Ha te kikezdesz velem, minden jogom megvan arra, hogy én is azt mondjak neked, amit csak akarok. Menj inkább haza és ápold a drága férjecskédet. Engem meg hagyjál békén. Megérdemelte volna, hogy jól beverjem a képét. Nem érdemes megkockáztatni, hogy még vissza is üssön, vagy hogy feljelentést tegyen. Különösen most, hogy ilyen rengeteg pénze van.